Tehát, kedves nézőink, aktuális feladatokról beszélgetünk, amelyek elsősorban a városban zajló beruházásokat érintik. Köszöntöm a stúdiónkban Viola Norbert ügyvezető igazgató urat. Köszöntöm én is a nézőket. Ügyvezető igazgató úr, az Árpád utcában és a Petőfi utcában is nagy erőkkel folynak a munkálatok. Ugye egy külsős kivitelező cég végzi az árkok lefedését, ezáltal a parkolóhelyek kialakítását. Ám önöknek is akadt feladata ezzel a projekttel kapcsolatosan, méghozzá növényegészségügyi vizsgálatot végeztek. Miért volt erre szükség, és mi lett a vizsgálatnak az eredménye? Igen, tehát az úgynevezett zöld város projektünkben, zöld város egy projektben, ami az Árpád és Petőfi utcát is érinti, itt egy zöld folyosó kerül kialakításra. Itt feladata volt a kivitelezőnek a gesztenyefasor, a védett gesztenyefasorunknak a növényegészségügyi vizsgálata. Ezt egy úgynevezett fakoppos vizsgálattal készítették el. Ez azt jelenti, hogy különböző magasságokban nagyon kis átmérőjű lyukakat fúrnak a fa törzsébe, és egy röntgen felvételekkel meg tudják nézni azt, meg tudják állapítani, hogy a fa törzse milyen állapotban, mennyire udvasodott, mennyire üregesedett, és ezáltal milyen kezeléseket vagy egyéb intézkedéseket kell tenni. Ezek alapján megvizsgálták az összes fát az utca jobb és bal oldalán, mind az Árpád, mind a Petőfi utcában. Ezek többségében vagy talán mind gesztenyefák? Ez 95%-ban gesztenyefa, így van. Ezeket a múlt század elején ültették, és igazán tudjuk és tudtuk is, hogy azért vannak problémák ezekkel a faegyedekkel, de ez a vizsgálat azért mégis adott egy komoly szakvéleményt arra, hogy hogyan kezeljük és milyen feladatokat kell elvégezni ezekkel a növényekkel. Na és akkor lássuk, hogy milyen feladataik lesznek a közeljövőben. Vannak-e olyan fák, amelyek így módon halálra ítéltettek? Én igazán rosszabb eredményt vártam, megmondom őszintén, a növényegészségügyi vizsgálattól. Végül is a jegyzőkönyv alapján igazán 8 olyan fa van a fasorban, amelyre az a javaslat a szakértői vizsgálatnak, hogy szükséges a kivágása. Ezek olyan mértékben udvasodottak, olyan mértékben kevés élő részt tartja a törzset, hogy mindenképpen indokolt a kivágásuk. Valamint ugye tudjuk azt, hogy az Árpád utcai része nagyon komoly gyalogos forgalom van, ugye ott van a Ramazettel iskolánk, nap mint nap több száz gyerek megy az iskolába, tehát mindenképpen itt ezeket a veszélyes fajgyereket el kell távolítanunk. Mikor kerül erre sor? Közeljövőben, vagy megvárják a tavaszi jó időt? Igazán a mai nap folyamán egyeztettünk a kivitelezővel ezzel kapcsolatban, és úgy egyeztettük le, hogy a jövő hét folyamán, szerdai napon kezdjük meg ennek a 8 fának a kivágását. Természetesen le lesz zárva a gyalogosoktól és az autóktól a forgalom, amik ki vannak vágva a fák, és ezt követően megtörténik majd a fák gyökérzetének, tuskójának is az eltávolítása. Mindenre azért is van szükség, mert hogy az a tervük, hogy pótolják majd ezeket a kieső gesztenyefákat? Mindenképpen, természetes. Tehát egy védett fasorról van szó, mindenki tudja, hogy süveg egyik büszkesége az Árpád utcai van gesztenyefasor, úgyhogy a pótlásukat természetesen el kell végezni a kivitelezőnek. Le is egyeztettük egy faiskolával, egy túlkoros faiskolával, ahol a tavasz folyamán elkezdik a növények kiszedését és földlabdázását, akkor pótolva lesz természetesen a 8 darab vadgesztenyefa, egy 10-12-16 cm törzs átmérőjű faegyedekkel. Tehát akkor időlegesen hiányzik majd ez a 8 fa, de azért a közeljövőben újak kerülnek a helyére. Ügyvezető igazgató, a Ramazetterház építkezésével kapcsolatosan most ugyan nem látunk mozgást, hiszen a téli időszak nem teszi ezt lehetővé, nem minden bizonyal megvannak a terveik a jó időre vonatkozóan. Hol folytatják a beruházást? Igen, sajnos az időjárás most nem kedvez a kivitelezésnek, viszont van sok olyan előkészítő munka, amelyel tudunk most is előrébb haladni a kivitelezéssel. Folyamatosan folynak az egyeztetések a közműszolgáltatókkal. Múlt héten a földgázbekötéssel kapcsolatban egyeztettük le a nyomvonalat, és várjuk a jó időt, amikor jön a gáz és ráköt beköti a gázt az épülethez. Például a mai nap folyamán pedig a DRV-vel egyeztetünk a vízbekötésekkel kapcsolatban. Itt is teljesen új vízvezeték lesz mind a két helyre számhoz.
amely az épületet érinti, kizárva azt, hogy ha esetleg elkészülnek a térburkolatok, az udvar rendezésre kerül, ne utána kelljen egy sűrítés kapcsán esetleg bontási munkálatokat végezni. És ha ezek a bekötések, ezek a közművek megvannak az épület belső részében is, akkor utána mi következik? Igazán a fa restaurátorok is dolgoznak jelen pillanatban is. Most kaptam egy pár képet tőlük, folyik a főbejárati kapunak a restaurálása. A nyilázárok restaurálása az elkészült. A belső udvar felé oldalon pedig legyártottuk az ablakokat és az a nyilázárokat már és beépítésre várnak. Úgyhogy ezek a munkára fognak következni, valamint festési és burkolási munkák vannak hátra. Tehát akkor jól tudják tartani a határidőket? Én úgy érzem, igen, és szerintem meg lesz határidőre. Mint ahogy a középkori piac is épül, ezekben a napokban is milyen munkálatok zajlanak ott? Hát ugye extrém telepviszonyok között kell azt a kivitelezést megcsinálunk, és ugye tartottunk attól, hogy az időjárás nem fogja hagyni azt, hogy dolgozzunk, de ez a nagyon enyhe téli időjárás ez most kedvez szintén ott is a kivitelezésnek. Jelen pillanatban az összes árusítóhelynek az alapozása megtörtént, közben a faszerkezeteknek az előkészítése, legyártása, felületkezelése az elkészült, úgyhogy most, ahogy ezek megtörténnek, ezeket elkezdjük összeállítani. Most már például a tegnapi nap folyamán az utak és a járdáknak a szegélyezése történt. Ügyvezető igazgatót köszönjük, hogy a vendégünk volt és tájékoztatta nézőinket. Én köszönöm a lehetőséget.